kéthetes bolyongás után csütörtök reggel kiköthetett a Szívacs nevű civil szervezet hajója a szicíliai Catániában. A fedélzeten 47 illegális bevándorló utazott, mint hajótöröttek, akikre a földközi tengeren bukkantak a mentőcsapatok. Matteo Salvini belügyminiszter, aki a kisebbik olasz kormánypárt a bevándorlás ellenes liga színeiben került be a parlamentbe, nyomozást sürget a Szívacs ellen. Szerinte ugyanis a német NGO üzletet csinál a tömeges bevándorlásból. Salvini csak azután engedélyezte a hajó kikötését olasz földön, miután Franciaország, Németország, Luxemburg, Málta, Portugália és Románia is vállalták, hogy szétosztják maguk között a szerencsétlenül járt menedékkérőket. Hollandia viszont annak ellenére visszaküldte volna őket Líbiába, hogy a Szívacs missziója holland zászló alatt hajózott. Ez kétszeres siker az olasz kormánynak. Egyrészt sikerült napirenden tartania a bevándorlási kvótarendszer ötletét, másrészt pedig rámutatott, hogy a civil szervezetek csak felségjelzést tudnak szerezni, valódi támogatottságot nem.